Taxis rendelet, BKV átalakítás, dugódi, ezekről is tárgyalt a fővárosi közgyűlés. Egy rövid összefoglaló után Vitézi Dáviddal beszélgetünk. A fővárosi közgyűlésen levették a napirendről a taxirendeletről szóló javaslatot. A dugódíjjal kapcsolatban a főpolgármester pedig arra emlékeztetett, hogy az a korábbi szocialista szabaddemokrata város vezetés öröksége, amelyet az Európai Bizottság felé vállaltak. Mi nem ragaszkodnánk a dugódíjhoz. Hát ha jól emlékszem, 12 vagy 14 alternatív javaslatot tettünk. Ha más forrás megosztás lesz, mi azt is el tudjuk fogadni, hangsúlyozom, ha közlekedési adó lesz, azt is el tudjuk fogadni. Ha a közműcégek fizetnek a kábeleik és a csöveik után, azt is el tudjuk fogadni. Ha a parkolási díj a fővároshoz folyik be, és nem a kerületekhez, azt is el tudjuk fogadni. A fővárosi közgyűlés elfogadta azt a javaslatot, amelynek értelmében szétválaszthatják a BKV-t. A koncepció szerint vagy kiválik a buszágazat a közlekedési vállalatból, vagy két új társaság jön létre, a BKV pedig megszűnik. A rájátszás további vendége Vitézi Dávid, a BKK vezérigazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Üdvözlöm! Kezdjük a taxis rendelettel. Miért került le a napirendről? Éppen egy héttel ezelőtt beszélgettünk, ha jól emlékszem, vagy talán múlt szerdán, akkor azzal ment el a stúdióból, hogy holnap és csütörtökön egyeztetnek a taxisokkal tovább. Igen, sokat egyeztettünk a kereskedelmi és iparkamarával is, taxis érdekképviseleti szervezetekkel is, és úgy láttuk a közgyűlést megelőző napon, amikor még szintén beérkezett rengeteg észrevétel, hogy ugyan össze tudna állni egy végleges rendelettervezet, de azt már minden szereplővel nem lehet leegyeztetni, de hogy ilyen vastag anyagról volt szó, azt helyszínen kellett volna kiosztani a fővárosi közgyűlés képviselőinek, és úgy nehezen várható el, hogy ott helyben tudjanak róla dönteni. És a főpolgármester úr úgy döntött, hogy végül is az anyagot a következő közgyűlés fogja megtárgyalni, és az egyeztetéseket még a végleges észrevételekről lefolytatjuk, de nem tervezünk radikális koncepcióváltást, tehát azok a célok, hogy legyen egy egységes szolgáltatás Budapesten, és legyen végre szabályozás 22 év után, ez a cél semmit nem változott, legfeljebb technikailag ez a döntés egy picit később születik meg, de az egyeztetéseket folytatni fogjuk, illetve igyekszünk az utasokat is még, akik használják a taxikat is, még jobban megkérdezni arra, hogy milyen igényeik vannak. Ugye amikor a rendelettervezet elkészült, az egyik ilyen elem, ami például ezért került bele, az a bankkártyás fizetés kötelező vételtele volt, de több más észrevétel is érkezett azóta épp azért, mert a televíziók, rádiók, újságok is egyre többet foglalkoztak a témával. Tehát igyekszünk még ezeket is beépíteni, és még tovább csiszolni a jogszabálytervezetet. Na most itt éppen a legvitatottabb kérdésekről beszélgettünk onnan múlt héten, és mondta, hogy további egyeztetések lesznek majd ezen a bizonyos múlt heti találkozón. Ugye itt a rendelet hatályba léptetési időpontja, a fix összegű tarifa, mértékezettséges megjelenés, illetve hát a műszaki paraméterek. Van, aki ezt már most úgy értelmez, hogy az, hogy végül is tegnap lekerült a fővárosi közgyűlés napi rendjéről a taxis rendelet, egyértelműen annak a jele, hogy ebben a meccsben a taxisok, illetve a főváros között most a taxisok állnak nyerésre. Valóban erről van szó? Tehát egyelőre tényleg nekik áll a zászló? Mi az, amiben hajlandóak engedni? Ez egy teljesen téves megközelítés, szerkesztő, az, hogy nem erről van szó. Tehát a taxisok úgy indult el a rendelet tervezet készítése, hogy a taxisok fölvonultak a Városház utcában, tüntettek a városvezetés figyelmének felkeltés érdekében, hiszen akkor még néhány hónapja volt hivatalban a városvezetés, tehát nyilván nem a városvezetés ellen, hanem az elmúlt 20 év tétlensége ellen. Én kaptam azt a feladatot, hogy a taxisokkal ott a Városház utcába beszéljek, vegyem át a petíciójukat, és kezdjük el a közös munkát. Ez a munka el is indult. Főpolgármester úr is tudatni alkalommal egyeztetett velük, és az, hogy legyen szigorúbb szabályozás a taxi közlekedésben Budapesten, azt a taxisok követelték. 22 éve nem volt érdemi szabályozás Budapesten, nem nyúltak hozzá 10 éve a tarifa szinthez, és a taxisoknak az a legnagyobb baj, hogy ma olyan a szabályozás, hogyha valaki a még meglévő néhány szabályt sem tartja be, akkor nagyon kicsi az esélye annak, hogy olyan helyzetbe kerül, hogy ezzel a tisztességtelen eljárásával kizárja magát a piacról, és ezzel a tisztességes taxisok, akik persze többségben vannak, szorulnak háttérbe. Tehát a taxisoknak sok részletben volt vita, nem is mindegyiküknek, de néhány csoportjuknak sok részletben volt vitája a rendelettervezet kapcsán, de azt minden taxis szervezet elismerte egytől egyig, hogy szükség van szabályozásra, és hogy minél
hamarabb ezt meg kell tenni. Tehát én azt gondolom, hogy itt nem valamiféle ilyen meccsről van szó, finom hangolásról van szó ennek a rendeletnek, mivel egy jogszabályról van szó, azt gondolom, hogy helyén való, és ezt meg fogjuk tenni, és az a cél, hogy azért egy konszenzus közeli állapotban tudja ezt elfogadni a fővárosi közgyűlés majd. Ez világos. Mikor fogadhatja el ezt leghamarabb, akkor most már mikor lehet az új időpontja ennek a fővárosi közgyűlés, és mikor léphet hatályba? Hát főpolgármester úr feladata és hatásköre a közgyűlést összehívni. Én azt gondolom, hogy ez valószínűleg most már a nyári szünet utánra fog csúszni, de továbbra is az a célunk, hogy azért ennek látható eredményei gyorsan legyenek. A hatályba lépés kapcsán még a legutóbbi napokban is volt arról tárgyalás, hogy ez 13 januárja vagy tavasszal legyen, tehát hogy néhány hónapon belül pontosan mikorra csúszson. Ez most a következő hetek újabb egyeztetései során ki fog derülni, véglegesítjük, és aztán így fog bekerülni a közgyűlés elé. De ilyen, amit néhányan felvetettek, hogy a 7-8 éves kifutást hagyjunk, ez nyilván teljesen irreális, tehát akkor nincs értelme jogszabályt alkotni, ha ilyet hagynánk. Nézzük a további döntéseket is, ugye döntés született arról is, hogy ebben a formájában megszűnik a BKV. Mi az a két verzió, ami között még döntési lehetőség van? Tehát egyrészt kiválik a buszágazat, ha jól tudom, másrészt pedig két teljesen különálló társaság jön létre. Egy pici félreértés van. A közgyűlés nem arról döntött, hogy megszűnik a BKV, hanem arról, hogy szétválik a BKV, amiből sok szalagcím úgy jött le, mintha a BKV-t soha behintenénk, és megszűnne, szó nincs erről. A BKV két jogutód társaságra fog szétválni, egy autóbusz üzemeltetési kötött pályás társaságra, de ezek minden tekintetben jogutódjai lesznek. Nyilván a hitelállományát is, amelyet épp most tudtunk megmenteni, ugye a BKV-t, tegnap a kormány és a fővárosi közgyűlés is döntött arról, hogy kezességet ad az előző ciklus alatt felvett hitelek meghosszabbítására, hiszen ezeket nem bírjuk most visszafizetni. Évekig a korábbi városvezetés nem finanszírozta a BKV-t, hanem hitelekből fizették a gázolajat és a munkabéreket. Ezt most tudtuk refinanszírozni ebben a nehéz helyzetben. No, tehát ezek a hitelek, de ugyanígy a vagyona a cégnek minden szempontból megmarad, a cég ketté válik szét. Ennek alapvetően... A neve például megmarad? Tessék? A neve például megmarad? Nem született még erről döntés, ez nyilvánvalóan a közgyűlés következő lépcsőben fog erről dönteni. A két verzió csak technikai, én bele sem mennék, és csak cégjogi technika, hogy most kiválás vagy szétválás történik, a végeredménye ugyanaz. A lényeg az az, amiért ezt tesszük, mert ugye a BKV-nek az átalakítását és költséghatékonyabbá tételét, én nem is tudom 20 éve hányszor mondták el a magyar közvéleménybe, szerintem megrendeltek legalább 300 millió forintos tanulmányt, csak amit én ismerek az elmúlt 10 évben, aztán soha nem lett belőle semmi. Mi nem tanulmányokat kezdtünk megrendelni, hanem volt a főpolgármester úrnak és a városvezetésnek egy világos program, amit elkezdtünk végrehajtani. Számos szakmai feladat mellett ugye átalakítottuk az intézményrendszert, létrejött a BKK, a Budapesti Közlekedési Központ május 1-e óta végzi a jegyek, bérletrendszerek működtetését, a értékesítést, ellenőrzést, utastájékoztatást, minden olyat, ami ahhoz kell, hogy az utas egy egységes szolgáltatást érzékeljen, egységes térkép legyen, egységes jegyrendszer legyen, össze legyen hangolva a busszal, villamossal, a menetrendben, és így tovább. Ezek után, ha már ezeket az szakmai irányítási feladatokat a BKK ellátja, a BKV-n belül a buszágazat és a kötött pályás ágazat között lényegében alig maradt szinergia, az egyik gázolajjal megy a másik árammal, közös alkatrészeket nagyon nem szereznek be, viszont ezt a mamut cég működést, ezt egy kompaktabb, átláthatóbb cég működésre tudjuk fordítani a szétválasztással. Világos. Menjünk vissza megint egy picit a Kályához, hogy ezt az egész döntést mi indokolt? A költség hatékonyabbá akarják tenni az egész rendszert? Transzparensebbé? Vagy mi volt ennek a döntésnek az oka? Alapvetően három okot tudok mondani. Az egyik az az, hogy ezt a picit ilyen posztkommunista nagyvállalati működését a BKV-nak, ami örökséget azért jócskán hordoz, és amire az elmúlt két évtizedben néha még rá is játszott az akkori városvezetés, ezt meg tudjuk szüntetni, és egy átlátható, a piaci cégekkel összevethető hatékonyságú és irányítható társaságok jöjjenek létre a BKV-ból. Ez az egyik cél. Ez nyilván költséghatékonyságot is jelent. Uh-huh. A másik az, hogy világosan láthatók legyenek a költségek, hogy amikor mi megbízunk ugye az új buszüzemeltetési modellben magánszolgáltatókat is, hogy működtessenek buszvonalakat, és ők elvégzik ezt mondjuk kilométerenként 550 forintért, akkor lehessen látni, hogy a BKV mennyiért végzi el a BKV-ből kivált buszágazat, pontosan lehessen látni, ne lehessen ezzel trükközni, a számokat máshogy mutatni, és világosan lehessen látni, hogy a BKV most akkor hatékonyan működik-e vagy nem, mert ilyen beszélni sok mindenről lehet, de ha a BKV 590 forintért csinálja, amit egy magáncég megcsinál 550 forintért, akkor ott
vagy pazarlás van, vagy valaki nem végzi jól a munkáját, vagy esetleg még nagyobb a baj. Tehát sokkal világosabban látja a közvélemény is, és természetesen mi is, hogy mikor hol kell beavatkozni. Ezt most is lehet látni, de a mai BKV az egy átláthatatlan nagy struktúra, és mi arra vállalkoztunk, hogy ezt 20 év után végre rendbe tesszük. És van még egy nagyon fontos szempont, az az, hogy a városvezetés és a BKK megörökölte Európa legöregebb autóbuszparkját a nagyvárosok, na, fővárosok azt közül. Azt akartam folytatni, igen. Ugye 17 éves a buszpark átlag életkora, 23 éves buszok 100 számra járnak az utcákon. És ugye itt két lépéssort kezdtünk el. Egyrésztről, ahogy az előbb is említettem, magántulajdonú buszszolgáltatóknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy ők üzemeltessenek buszvonalakat. Mert erről egyeztetések zajlanak már? Erről nem egyeztetések zajlanak, közbeszerzési eljárás zajlik, amelyet rövidesen lezárunk, és 150 darab új autóbusz érkezhet 2013 elejére Budapestre, 8 év után. 8 éve nem zártak le olyan tender Budapesten, ahol új autóbusz vett volna a BKV. No, tehát ez akkor itt van már változás. Az első olyan változás, amit majd az utas is érez, mert így van, erre is azért szálljunk egy kis időt, hogy leginkább az utasokat, a BKV-vel közlekedőket ez érdekli, hogy biztonságosabb járműveken közlekednek, majd egyáltalán milyen buszok járnak majd a fővárosban, mennyibe fog ez kerülni, meg hasonlók. Ez pontosan így van, és itt pont ide jutottam el a szétválás kapcsán is. Ugye egyrésztről 1000 busz nem tudunk lecserélni egy pillanat alatt. Ezért több ágon indultunk el. Egyrészt a buszvonalak egy részét meghirdetjük, hogy magánvállalkozások új buszokkal indulhassanak, és ha azonos költségszinten vagy olcsóban remények szerint tudják, mint a BKV ezt végezni, akkor az a városnak is megéri, és az utasoknak is természetesen egy előnyös dolog. Ezért kell a BKK-t többek között létrehozni, hogy legyen ilyen szervező, aki ezeket a cégeket összeszervezi, legyen egységes menetrend, jegyrendszer és így tovább. De kikkel tárgyalnak például? És emellett a létre fog jönni az a buszszolgáltató, ami a BKV-ból válik ki, és ha azt leválasztjuk a 4-es metróról, meg erről az egész nagy BKV rendszerről, akkor az önállóan képes lesz arra, hogy leasingeljen új autóbuszokat. Tehát egyszerre mind a saját tulajdonú cégünk is tud új buszokat forgalomba állítani, mind a másik ágon is tudunk, és így tudjuk ezt a hatalmas lemaradást behozni, mert 10-15 autóbusszal ma már itt nem tudunk ezen a rendszeren segíteni, több mint 1000 busz van, ami cserére érett. És hogy kik indultak a tenderen, több mint 10 cég... Igen, tehát a másik ágon, ahogy ön fogalmazott, ki kell tárgyal a BKK. Több mint 10 cég jelentkezett előminősítésre a tenderünkön, és jelenleg 3 olyan gazdasági társaságban, ezek mind magyar cégek, amelyek túljutottak ezen a szakaszon, és most ebben a 150 autóbuszra szóló tenderben versenyben vannak, és ajánlatot tehetnek rövidesen arra, hogy melyik tudja olcsóban új buszokkal elvégezni ezt a szolgáltatást. Világos, mikorra születik meg a döntés, hogy végül is az egyik verzió vagy a másik érvényesül majd a BKV esetében? Ez nyár végére, legkésőbb szeptember elejére megszületik, de még egyszer mondom, a két verzió az nem abban tér el, hogy a végeredménye más lenne, egyszerűen arról van szó, hogy cégjogi, technikai, a bankokkal nyilván egyeztetnünk kell, akik finanszírozzák a BKV-t, melyik úton lehet gyorsabban és biztonságosabban eljutni ehhez a célhoz. Erre a gazdasági társaságról szóló törvény több útvonalat, több lehetőséget biztosít. Ezek között kell egy hatástanulmány alapján eldöntenünk, hogy melyiket választjuk. De a lényegét tekintve, hogy a BKV-t rendbe tegyük, és 20 év adósságát ledolgozva egy tényleg átlátható és korszerű, egyébként sok nyugat-európai jól működő város példájához hasonló struktúra jön létre az intézményrendszerben, ezt el tudjuk végezni, és ez lesz az út, amin keresztül több száz új autóbusz be tudunk állítani forgalomban néhány éven belül. No, szóval mindegy, milyen döntés születik, a gyakorlatban ez lesz a folyamat, amit ön az imént elmondott. Nagyon rövid időnk van, de két dologról távirati jelleggel még beszéljünk. Az egyik a dugódé, a másik pedig a hitpénz. Az elsővel kapcsolatban a kérdésem, hogy hol lesz a határ, ugye itt a Hungária körút körüli vitát hallgatjuk most a napi szinten, a másik pedig, hogy lesz-e egyáltalán hitpénz. Ugye ezek a témák oly módon merültek föl, hogy jelenleg folyik az az előkészítési munka, ahol a különböző alternatívákat elemezzük. És ahogy ezt főpolgármester úr is többször elmondta, Budapestnek van az Európai Unió részéről egy kötelezettsége arra, hogy a 4-es metró kapcsán bevezesse a dugódíjat. Ezt 2009-ben az akkori fővárosi közgyűlés vállalta fel, és az akkori városvezetés. Ami nagyon fontos, hogy ha ezt nem tesszük meg, akkor veszélybe sodorjuk, sőt elveszthetjük a 181 milliárd forintos támogatást. Mondjuk ez a 181 milliárd forint, ez háromszor a teljes buszpark cseréje, tehát ez hatalmas összeg. Hogy milyen alternatíva az, amit viszonylag gyorsan meg lehet csinálni, hiszen 13 végéig vállalt ezt a kötelezettséget a város, és ami műszakilag is optimális, ezt jelenleg vizsgáljuk. Ebben valóban felmerültek az összes ötlet, amit itt említett. Valószínű
verzióként valóban fölmerült a Hungária körút, és az alkotás ott nem, az lenne az a zóna határa, amin még éppen nem, de azon belül igen. Aha. Tehát a Hungária körút, Margit körút, Alkotás utca, Vilányi út által határolt területet, Budán a belsőbb körút, Pesten a külsőbb körút, Hungária körút által határolt területen a dugódíj bevezetés, és ennek egy alternatívájaként merült fel, amit főpolgármester úr kért a BKK-tól alaposan megvizsgálni, az, hogy ez esetleg a hidakon legyen ennek egy zóna határa. De természetesen ezeket meg fogjuk vizsgálni alaposan, és párhuzamosan elkezdtük a P plusz parkolók építését, több száz P plusz férőhelyet tudunk már idén átadni, és jövőre ez 1000 fölé nő ez a létszám, illetve az, hogy sok száz új busz szeretnénk forgalomba állítani, az is arról szól, hogy versenyképes legyen a tömegközlekedés. És még egy nagyon fontos dolog, azért a dugódíjat fontos látni, ez azon túl, hogy egy EU-s kötelezettség, és azon túl, hogy a BKV a budapesti tömegközlekedés finanszírozásához muszáj forrásokat bevonnunk, mert a jegybevételek még a felét sem fedezik a működési költségeknek. Emellett azért az, hogy a városban csökkenjen az autóforgalom, még hogyha egy-egy autósnak természetesen nyilván nem egy szimpatikus lépés ez feltétlenül, az azért is fontos, mert több mint megduplázódott a tüdőmegbetegedések száma Budapest belvárosában, épp az autóforgalom miatti levegőszennyezettség miatt az elmúlt két évtizedben. Tehát a városnak van ilyen típusú adóssága is a saját lakói felé. A hétben se lesz túl szimpatikus, ez most valóban lesz, vagy egyelőre csak ötletelés szintjén merült föl? Ez egy alternatíva, ötletelésnek nem nevezni, egy szakmai műszaki alternatíva, amit meg fogunk alaposan vizsgálni, hogy hol lesz a dugódíj zóna határa, a hidaknál, valamelyik körútnál, és pontosan hogyan, ezt nyár végéig részletesen alátámasztva, megvizsgálva le fogjuk tenni, és akkor erről fog tudni döntést hozni a fővárosi közgyűlés, és ezek az alternatívák azok, amik most ugye közbeszéd tárgyai. Akkor meghívjuk majd megint Vitézy Dávid, köszönöm az információt. Köszönöm szépen.